ezen a napon végezték ki koholt vádak alapján talán a magyar igazságszolgáltatás egyik legkegyetlenebb módján Mansfeld Pétert. És ma ennél az emlékműnél ráemlékezve zárjuk le itt az első kerületben az 56-os emlékévet. Péter áldozata nem volt hiába való. Ebből az önfeláldozásból olyan példát meríthetünk, amely a magyar szabadságvágy, szabadságszeretet és az emberi értékekbe vetett hit győzedelmét hirdeti. Minden elnyomó rendszer megbukik, és az igazság, a szabadság előbb-utóbb győzedelmeskedik. Ebben a reményben állunk itt most az emlékműnél. Köszöntjük a tavaszt, mert előbb-utóbb minden évben legyőzi a telet, előbb-utóbb minden évben elkövetkezik a felmelegedés, a rügyfakadás, és minden évben reménykedhetünk, hogy annak, amire most emlékezünk, soha többet nem lesz esélye Magyarországon. Sokat olvastam, tanultam róla, őt magát nem tudtam megtanulni. A hősieség nem tanítható, és nem tanulható. Annyit tudtam hozzászólni, hogy tudtam róla a történetéről, hogy összesen egy másodpercig volt szabad, amíg zuhant. Mert utána meg a fájdalomnak lett a rabja. Ez az emlékmű ezért az egy másodpercé. Segítettem filmek elkészítésébe, könyvek elkészítésébe, Péter emlékének emléket állítani, és utána olyan sokan álltak mellém, hogy úgy éreztem, hogy Pétert föltámasztani nem tudjuk, de az emlékét meg tudjuk őrizni, sőt ápolni kell. Utána jött a Rózsadombon a szobor téma, aztán Melokó úr megcsinálta ezt a emlékművet. Én magam is egyszer-egyszer elsétálok erre, de hát megmondom őszintén, hogy összeszólult szívvel nézek ide föl, mert az a Péter szökéséről, a börtönből, mert tudta, megmondták neki a pribékek, hogy ki lesz végezve. Egy utolsó lehetőségként kivitette magát a börtönből, hogy még fegyverei vannak elrejtve, és megszökött.